Volt miért javítania a fehérmezes CMB Cargo Uni Győrnek. A győri kosarasok legutóbbi három meccsüket elveszítették, igaz az Euroligában szerepeltek, valamint az eddig veretlen Peac Péccsel is találkoztak. Ennek megfelelően már az első percektől kezdve nekiugrottak a kissé megszeppent Újbudának, sorban születtek a pontok, és a negyed végére már 18 pont volt a győriek előnye, ami azt jelentette, hogy szinte azonnal el is dőlt a meccs. Általában így kezdjük sajnos az összes mérkőzésünket, hogy az első negyedet elég nagy különbséggel elveszítjük, tehát ezen változtatni kell, és azt gondolom, hogy ez fejben dől el. Tehát nem a bemelegítés, meg nem az, hogy melegít az ember, hanem ez kizárólag fejben dől, és ezen nagyon-nagyon sokat kell javulnunk jövő hétre is. Jövő héten fontos mérkőzésünk lesz a Vasas ellen, és nyilván szeretnénk nyerni, és erre nagyon össze kell szednünk magunkat. Az első negyedben kapott 9 pont viszont kissé talán elkényelmesítette a győrieket. A kis szünet után kiegyenlített játékot láthatott a közönség. Sokáig úgy tűnt, hogy ezt a negyedet akár meg is nyerheti a Beac, de végül a CMB Cargo Uni Győr nagyot hajrázott, és egy 10-0-es sorozattal 51-31-es állásnál mehetett pihenni. Vagy azért, mert tompák voltunk, azért rengeteget utaztunk, sok mérkőzést játszottunk az időszakban, ebben az utóbbi időszakban is kicsit tudattal bennünk volt, ez egy jóval gyengébb csapat. A Beac szépen küzdött, rengeteg külső üres dobásait nagyon szépen betalált, de azt gondolom, hogy ennél vagy még talán nagyobb különbség is van a két csapat között. A második félidő elején, mintha csak az első negyed másolata lett volna, a győriek magukhoz ragadták a kezdeményezést, és folyamatosan növelték az előnyüket egészen 30-ig. Ehhez kellett Zofia Hrussakova parádés teljesítménye is, aki amellett, hogy 18 pontot szerzett, a lepattanó szerzésben is jeleskedett. Nem becsültük le az ellenfelet, jól kezdtünk, és onnantól kezdve már csak az volt a feladat, hogy tartsuk a különbséget. A védekezésünkkel ez sikerült is, örülök, hogy meg tudtuk nyerni a meccset. Mivel a negyedik negyedre eldőlt a meccs, a győrieknek még az is belefért, hogy az utolsó percekben már csak a fiatalabbak lépjenek parketre. Ezt a Beac ki is használta, 6 ponttal megnyerték az utolsó etapot. A vége azonban így is sima, 93-68-as hazai siker lett. A mi célunk az, hogy ezek a lányok fejlődjenek, hogy értékesekké váljanak, mint magyar kosárlabdázók. Mi nem hiszünk a külföldiekben, mi abban hiszünk, hogy ezeknek a gyerekeknek lehetőség, sok lehetőséget kell adni a játékra, és akkor ki tud nőni egy olyan generáció, aki nemzetközi szinten is eredményes tud lenni, mondjuk válogatott szinten, ahol ugye nem lehetnek külföldiek. A győriek így győzelemmel hangoltak a csütörtöki Fenerbahce elleni Euroliga találkozóra, míg a Beac továbbra is győzelem nélkül áll.